Sziasztok, Janka vagyok, és ezt a videót most azért veszem fel, ilyen későn, meg hoppá, ilyen izgatottan, mert most tényleg izgulok, és nem ezért veszem fel a videót, hanem azért, mert ihletet kaptam ahhoz, hogy felvegyem, és egy kedves ismerősömmel beszélgettünk erről a túlvilági élményeinkről, erről meg arról, őt, tehát vele beszéltem meg ezeket a dolgokat most nemrég, és azt mondom, azt kell, hogy mondjam, ez adott nekem most ihletet ahhoz a mostani videóhoz, hogy tehát amiket neki leírtam, azt szeretném most elmondani. Nos, én tudjátok rólam, voltam kétszer kórházba, kétszer voltam zárt osztályon kórházba, az egyik a Váci pszichiátria, a másik pedig a budapesti Henypál gyermekkórház, és én oda körülbelül 17 évesen kerültem be a gyermekkórházba, 17 évesen, igen. És azt szeretném mondani, hogy én találkoztam egy olyan kisfiúval, aki még az anyukájának se vallotta be azt, hogy ő találkozott velem korábban, mert félt, hogy hülyének nézik, meg hülyének titulálják. Erre a kisfiúnak a nevére nem emlékszem, sem arra, hogy hány éves voltam, olyan 10-11 éves körüli kisfiú lehetett, hanem 8 éves volt, nem tudom, hogy mennyi idős lehetett, de az fix, hogy 5 évvel nálam nem volt fiatalabb volt nálam több, mint 5 évvel, ez fix. És ez a kisfiú elkezdett arról beszélni, hogy mi űrlények voltunk előző életünkben, és hogy ő ezt látta, hogy mi már találkoztunk. És én ezt nem hittem el, tehát én ugyanúgy bolondnak néztem őt, mint ahogy mások, és ő nem ezért került be a kórházba, hanem azért, mert nem tudom már, hogy mi volt a baja, hogy izgága, nem tudom, hogy mi volt vele, fogalmam sincs, a lényeg, hogy ő is oda került be, ahová én, és ennek a találkozásnak úgy éreztem, ekkor az elején már gyanakodtam, hogy ez a kisfiú olyan ismerős valahonnan, meg hasonlít valakire. Igen, nekem egyébként az volt a heppem, hogy mindig azt mondtam azokra az emberekre, akik tetszettek nekem, úgymond szimpatikusak voltak nekem odabent, azokra mindig azt mondtam, hogy te hasonlítasz erre meg arra, hogy te hasonlítasz a volt barátnőmre, akkor te hasonlítasz a volt, mit tudom én, kire, Kimre, és igen, azt szeretném mondani, ennek a videónak az a lényege, hogy ez most egy igazán izgalmas videó, ugyanis ebben a videóban eltervezem mondani, hogy én ezzel a kisfiúval valóban találkoztam előző életemben, csak erre én nem emlékeztem, csak azután, miután ő ezt elmesélte nekem, és én eleve úgy kerültem be arra a budapesti Henypál gyermekkórházba, hogy én azt mondtam, hogy ez az a szituáció volt, amikor engem bevittek a mentővel az iskolából, én ezt elmeséltem szépen hosszadalmasan. Kérem, aki nem látta, az nézze meg, az mert fontosak a részletek, és details matter, az előzmények nagyon fontosak, és kizárhatatlanok az előzmények, de megpróbálok nem ezekből nem az előzményekből meríteni a dolgot. Tehát megpróbálom úgy, minthogyha nem láthattátok volna az előző videóimat, úgy előadni ezt a történetet. Tehát ez a kisfiú is bekerült abba a kórházba, ahová én. Tudniillik, én voltam ott a legidősebb szinte, mert én már majdnem 18 éves voltam. És nem volt olyan vészesen, csak szétgyógyszereztek, valak számra kaptam a sok pirulát, meg injekciótól kezdve mindent kaptam. Szóval én ott halálosan szétgyógyszereztek engem az emberek, mert volt, hogy én beszóltam az orvosnak, meg olyanokat mondtam, nem csúnyákat, csak hogy én amúgy kifejezetten, bevallom őszintén, bikkeltem arra a doktornőre, aki nekem volt, mert egyszerűen nem láttam benne azt, hogy affinitása van felém, és tudom, hogy nem illik ilyet mondani egy doktornőre, pláne nem, de úgy gondolom, hogy az orvosok is hibázhatnak, és ugyanúgy emberi lények tévedhetnek, mert ne. Én ezt meg is mondtam neki, hogy nem tudsz te semmit, ilyeneket vágtam a fejéhez neki, szerencsétlennek, bocsánat,
És ezek után engem szétgyógyszerelt ez a nőszemély, és olyan haloperidoltól kezdve mindent kaptam, de annyira nyughatatlan voltam ott bent a pszichiátrián, annyira ideges voltam, nem is az a tipikus idegbetegségem volt nekem ott akkor, hanem az a nyughatatlan, kitörni készű, oroszlán szívű lány voltam tipikusan bent ott, abba a kórházba. És én nem bírtam elviselni, hogy be vagyok zárva, komolyan mondom. Annyira, de annyira morcos voltam, annyira ingerült, nem voltam ingerült, csak meleg oroszlán, mint egy oroszlán, akit bezártak volna egy ketrecbe, úgy viselkedtem, szó szerint, és olyanokat mondtam ott az embereknek, hogy szia, te egy angyal vagy, meg hogy igen, ilyeneket mondtam, hogy ja, meg azt is mondtam, hogy Bálint a férjem, ilyeneket mondtam, esküszöm, és ezt hangoztattam az embereknek, hogy Bálint a férjem. Ezt mondtam, de én ezeket úgy gondoltam, hogy nem komolyan gondoltam, csak tudtam, hogy ők ezeket nem értik, meg nem fogják fel, és tudtam, hogy nekem nincsen férjem, meg hogy nem is lesz férjem, meg hogy nem Bálint a férjem, de én azt mondtam, hogy ő a férjem, stb. És ezt mindenkinek a könyökén jött már ki, hogy nekem férjem van, és azt hitték, bevették, komolyan mondom, bevették, hogy nekem férjem van. Volt egy-két dolog, ilyesmi, hogy én ilyeneket mondtam, cifrábbnál cifrább dolgokat mondtam, igen, és az volt, hogy igen, ez a kisfiú emlékezett valami furcsára. És én nem hittem neki, azt mondta, hogy mi űrlények voltunk előző életünkben, és hogy kiesett a szemem, meg hogy bottal mászkált ott a szürke homokba egy másik bolygón. Én ezt a kisfiút nem mondom annyit, igen, bolondnak néztem elsősorban, de nem mondtam volna meg róla, hogy ha nem mond ilyeneket, hogy bolond, mert egyáltalán nem viselkedett úgy, mint egy bolond. És aludtam, vagy beletelt 5 perccel később, miután ezeket nekem elmondta, én elkezdtem gondolkozni, hogy mi lenne, hogyha tényleg összefutottunk volna, miről beszél ez a kisgyerek. Hogy mi nem voltunk, ilyen nem volt. És képzeljétek, belefektettem a hitemet ebbe a kisgyerekbe, hogy én most elhiszem neki, mert miért ne? És elhittem neki, hogy mi előző életünkben tényleg láttuk egymást, és hogy űrlények voltunk. De nem is voltam úgy vele, hogy léteznek űrlények, értitek? Én nem gondoltam volna, de hogy mi űrlények voltunk. És igen, kiesett a szeme, igen, ez volt. És igen, bevallom, emlékszem rá, én is, ez történt. És nem hazudok meg semmi, de igen, űrlények voltunk, jól mondta a kisgyerek, és én is emlékeztem rá, csak nem én emlékeztettem őt erre, hanem pont fordítva, hogy ő emlékeztetett engem arra, hogy mi űrlények voltunk, és képzeljétek el, emlékszem rá, igen, a mai napig emlékszem rá, és akkor én be voltam gyógyszerezve, meg el voltam kábítva, nyugtatózva, meg minden, és úgy is képes voltam erre, hogy igen, ezre a kisfiúra emlékeztem, és képzeljétek el, hogy nem voltam egyedül ezzel a kisfiúval, mert csatlakozott hozzánk a kórházhoz egy másik fiatal fiú, aki nálam körülbelül 1-2 évvel, ha idősebb volt, idősebb már, fiatalabb, és ő is ott volt velünk, mint űrlény, tehát hárman voltunk megint csak, úgy, mint én és Aurora, meg Bálint, meg én. És képzeljétek el, hogy az történt, hogy ott voltunk hárman egy idegen bolygón, és igen, el kell mondanom, hogy én ott voltam velük, és úristen. Tehát léteznek, nem csak angyalok léteznek, ma űrlények is vannak. Nekem ezt, én ezt nem, tényleg nem akarom veletek elhitetni, csak szeretném, ha tudnátok, hogy van ilyen. Ha már angyalok, akkor űrlények, és mindenféle megeshet, minden megtörténhet velünk ezen a világon. A bolygón nem, de a világban minden megtörténhet velünk. Ezt elmondom nektek most azonnal. És azt még azt szeretném mondani, hogy ez a kisfiú emlékeztette, próbálta emlékeztetni azt a másik fiút is, de az a másik fiú engem is, meg a kisfiút is bolondnak nézte. Amiért ilyeneket mondunk neki, hogy mi űrlények voltunk. Ő nem hitt ezekben, de egyébként ez ennek a két fiúnak barna szeme és barna haja volt, csak hogy el tudjátok képzelni. És tökéletesen emlékszünk mi ketten
ezekre a dolgokra, csak ezt másnak, ő ezt másnak nem merte hangoztatni, szerintem okos volt, és jól is tette. Egyébként láttam ezen a kisfiún, hogy nagyon okos, és nagyon intelligens fiú volt ez a fiú, és őt is kiközösítették a társai, ez miatt is volt bent, ennek részben ez miatt is volt bent, ebből kifolyólag, kiközösítés miatt. Engem nem mondom, hogy kiközösítettek, mert engem nem is tudtak kiközösíteni, mert nem tartoztam közösséghez. Vagy baráti társasághoz, maximum ketten voltunk barátok, barátnők. Nekem összességében életemben 4 igaz, de igaz barátnőm volt, akikkel úgy évekig fenntartottam a kapcsolatot, és ahhoz a barátsághoz fűződik pár olyan élményem, hogy hozzácsatolódott egy harmadik lány, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor közösítettek ki. De egyébként nem. És a lényeg az, hogy én, amikor ezekkel a fiúkkal voltam, ezzel a 2 sráccal, én azt éreztem azon az idegen bolygón, minthogyha nem tartoztam volna közéjük. És ezt nem hülyeségből mondom, mert én nem elvetemült aggyal mondom ezt felétek. Szóval ideje lenne valamit kapicskálni ebből az egészből, hogy én mégsem mondok hülyeségeket, és amúgy tudom, hogy sok a fantáziám, de én ilyeneket nem találnék ki, meg tudom, hogy ez nem a fantáziám szülte, hiszen nem csak én vallottam ezt, ugyanezt, hanem a másik gyerek is, másik kisfiú. Tehát a fiú, a kisfiú. És nem vagyok egyedül ezen a, hála Istennek, nem én vagyok az egyetlen ezen a földön, aki ilyen képességekkel rendelkezik, mert bízom abban, hogy mindenkinek van valami képessége ezzel kapcsolatban. Tehát én ezzel a sráccal, akinek ezt most elmeséltem kb. Fél órája, azzal, és megosztottam vele ezt a történetet, azzal vele úgy vagyok, hogy ő ezt megértette, és megbízom egyébként benne. És azt kell, hogy mondjam, hogy mit akartam mondani, basszus. Azt akartam mondani, hogy ez a kisfiú, ez nem hazudott, és várjunk. Nem ezt akartam mondani, mást akartam mondani. Mit? Igen, hogy nem tartoztam velük egy közösségbe ezzel a 2 fiúval. Úgy voltam, nekem valami hiányzik, hogy én nem tartozom közéjük, mint űrlény. És igen, kiesett a szemem, hogy minden humán töltetű lények voltunk. Tehát hasonlítottunk az emberekhez, voltak közös vonásaink, de teljesen máshol voltunk, nem a földön voltunk. A csillagok között voltunk szintén, és valami szürke por volt a lábunk alatt. Erre emlékszem. Aztán pedig elhatároztam, hogy elválok tőlük, mert kerestem a nekem való csapatot, de még ezelőtt tudtam, hogy volt ezelőtt is valami előző élet. Mindegy, a lényeg az, hogy most ennek a videónak az a témája, hogy elmondom benne, hogy nem csak én vagyok, aki emlékszik ezekre a dolgokra, mert ez a történet nem csak Bálintról, meg Bencéről, Auróráról és rólam szól, hanem az mindenkiről, akivel eddigi életem során találkoztam. És amúgy az egész mindenkiről szólhatna ez az egész történetem, nem csak erről a 2 személyről, akiket általában említettem, hanem igen, mindenkiről, tényleg mindenkiről szól ez a történet, mert aki hitt bennem, és aki bízott bennem eddig, az és tökéletesen elhitte azokat a dolgokat, amiket én mondtam, annak eszébe jutott olyan dolog, hogy velem már találkozott előző életében, és ez olyan furcsa, nem? Mert amúgy a kórházban, a pszichiátrián, nem hiába vagyunk a pszichiátrián, gondolhatjátok, hogy ide debilek mennek, meg selejtek mennek az ilyen helyekre, hogy pszichiátria, meg kórház, nem véletlenül kerültek arra a helyre, hát basszus, bárki, de tényleg bárki bekerülhet arra a helyre, ha tetszene neki, ha nem. Mit tudom én, csinálsz valami olyat, hogy felvagdosod az ereidet, mert hogy szakítottál a volt barátnőddel, vagy ilyesmik, akkor te is simán bekerülhetsz arra a helyre. Nem elég az, hogy tehát,
hogyha szuicid hajlamod van, vagy bármi, elkapnak, hogy le akarsz ugrani a hídról, ne adj Isten. Ilyen ne legyen amúgy, ilyen ne legyen soha az életben. Én mondom neked, ilyet ne csináljatok soha, mert ez nem megoldás, és ez nagyon butaság, nagyon nagy, óriási nagy butaság, hogy ezért téged be tudnak csukni, és be tudnak utaltatni. Anyukát bárki beutaltathat a pszichiátriára, hogyha úgy van, vagy az iskolád is, engem az iskolám utaltatott be, köszönöm szépen, részvételt, és azt kell, hogy mondjam, volt ott egy férfi ápoló, akire azt hitték, hogy én arra mondom azt, hogy pedofil, amikor nem arra a férfi ápolóra mondtam azt, hogy pedofil, mert volt három Zsolti bácsi a pszichiátrián, aki logikusan ugyanúgy hívtak, hogy Zsolti bácsi, három Zsolti bácsi volt a pszichiátrián, és én az egyik Zsolti bácsi kopasz volt. Az egyik Zsolti bácsi kopasz volt, és szemüveges, azt hiszem, vagy csak simán kopasz. És én arra a Zsolti bácsira mondtam, hogy pedofil, mert ő volt az, aki tehetetlen állapotban engem megtapizott, és ezt látta az egyik bent lévő kortársam, tehát az egyik bent lévő páciens barátnőm, aki egy kicsit tényleg valóban volt valami pszichopata beütése, de azzal a kislányal olyan jól el voltam, és vele éreztem magamat igazán jól. De nem azért, mert pszichopata volt, hanem mert olyan más volt, mint a többiek, és annyira látszott rajta, hogy lelki sérelmes, meg minden, és bevallom, őszintén hasonlítottam hozzá. Tehát én azzal a lányal nagyon jól el voltam azt, és nem érdekelt, hogy mit gondolnak róla a többiek, hogy azt mondják, hogy pszichopata, meg mit tudom én, hány haloperidót kellett szegénynek bekapnia egy alkalomkor, annyira idegbeteg volt, és vele voltam ott azt a kapcsolatot, azt a baráti lány-lány kapcsolatot sosem fogom elfelejteni, amit Krisztával éltem meg, Krisztinával éltem meg, azzal a lányjal, és képzeljétek el, azt mondtam annak, akit megvádoltak azzal, hogy én arra a személyre mondom azt, hogy pedofil, őre pont a jó emberre hitték azt, hogy azt mondom pedofilnak, amikor egyáltalán nem, szó se volt arról, hogy ő a pedofil, csak annyi közös volt bennük, hogy kopaszok voltak, és mindkettőt Zsolti bácsinak hívták, mindhármat, de itt kettő Zsolti bácsi volt most a képbe, egyik a szemüveges kopasz, másik a másik Zsolti bácsi, aki jó, és én oda mentem, oda álltam elé, és azt mondtam, hogy maga jó ember, és nem pedofil. Ekkor történt az, hogy valami, minthogyha valami csoda folytán, ő elkezdett volna bennem hinni, és elkezdett volna bennem szeretetet táplálni, és olyan dolgokat, amik megfoghatatlanok, tehát nem tudom elmondani azt az érzést. Valami olyasmi, mint amikor ajándékba, vagy adsz valamit valakinek, vagy megleped valamivel. Ennél sokkal több, ennél sokkal, de sokkal több ez az érzés, amit éreztem, vagy amit érezhetett akkor ez a bácsi, hogy azt bevádolják őt pedofiliával, stb., amikor nem is az. És majdnem elsírta magát, amikor azt mondtam neki, hogy maga jó ember, és azt gondolta rólam, hogy én hiszem pedofilnak. Amikor nem őt hittem pedofilnak, hanem a másik bácsit, aki tényleg megtapizott, amikor tehetetlen voltam. Maga tehetetlen. És azt kell, hogy mondjam, ez a bácsi, Zsolti bácsi, akire azt mondtam, hogy maga jó ember, ez azt mondta nekem, hogy ő emlékszik arra, hogy előző életünkben mi hegylakók voltunk. És ezt nem így mondta szó szerint, csak valahogy szóba jött, hogy hegylakó volt, hogy ő is emlékszik az előző élete, és azt mondta, hegylakó volt. Én azt hittem, hogy csak viccel, hogy csak szivat engem. Közben pedig beugrott neki, hogy basszus, tényleg hegylakók voltunk egész előző életünkben, és emlékszem rá, ugyanúgy nézett ki, nem az, hogy ugyanúgy nézett ki, csak másik testben volt, de amúgy a vonásai, mint a karikatúrája lett volna az a másik alak. Én nem tudom, hogy hogyan mondjam el, de igen, amúgy vannak olyan embereim, akik alátámasztották azt, hogy nem vagyok beteg, és nem halucinálok. Vannak
bizonyítékaim, ezek a bizonyítékok pedig emberek, akit nem olyan bizonyítékoknak tekintek, hogy kézenfoghatóak, csak ők tudnának mesélni nektek, nekem, másoknak, ők tudják ezt alátámasztani, és ők erről nem mertek beszélni senkinek se, egyedül nekem mondták el, hogy ők ezt érezték velem kapcsolatban, és én most elmondom, hogy én is ugyanezt éreztem velük kapcsolatban, és ők, és szerintem ennek a megoldása az, hogy valami van ebbe a kettő viszonyba, a kettő viszonyába, hogyha amikor azt mondtam neki, hogy te egy jó ember vagy, meg hogy te nem vagy pedofil, és olyan kedves voltam vele, akkor ő elkezdett nekem hinni, elkezdett hinni bennem, meg szeretetet táplálni felém, olyan volt, mintha kinyílt volna a szíve, és befogadott volna valakit a szívébe, ez a valaki pedig, mintha egy szeretetforrás lett volna, aki nem más, mint Isten. És ezután elkezdett engem szeretni, kedvesen bánni velem az az ápoló, és annyira kedves volt velem az a férfi ápoló. És ő már egy középkorú, idősebb ember volt, tehát én szeretem azt a Zsolti bácsit, ő volt a kedvenc ápolómat. És nagyon, nagyon jó volt az, hogy ő ott van, meg minden. Én szeretem Zsolti bácsit, mindenki szerette Zsolti bácsit, nagyon kedves volt, és képzeljétek el, ült a pult mögött, a recepciós pult mögött, és nyomkodta a telefonját, és nézte a foci meccset, miközben a többiek ott baromkodtak. Igen, szó szerint. És nem is figyelt ránk, amúgy ő ilyen, kicsit ilyen más jellegű ápoló volt, mindegy is. Az a lényeg, hogy ő ott dolgozott, mint ápoló, est is volt, éjszakás, és neki mondtam azt, hogy milyen jó ember, de ezt már elmondtam, és emlékszünk, vannak pontosan két emberről tudok eddig, akik bebizonyították, akikkel együtt bebizonyíthattam azt, hogy nem vagyunk betegek. Nem vagyok beteg, és ők sem azok azáltal, hogy ilyeneket mondtak nekem, de ők ezt igen komolyan gondolták, tehát én hegylakó is voltam előző életemben, meg űrlény is. Mit szóltok ehhez? Hát, nem tudom, hogy elhiszitek-e, de én ezt komolyan mondom, és ebben a hitben vagyok. Azt szeretném elmondani még, ez nagyon hosszú sztori volt szerintem, tehát én még azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy én kerestem, amikor voltunk mi hárman űrlények, ez a két fiú, meg én, akkor én kerestem valamit, mert hiányoltam azt a közeget, amiben én megszoktam létezni. Amiben én létezni akartam. Hiányzott ez a közeg. És én útra keltem, és elvándoroltam tőlük messzire, de ezt ne úgy képzeljétek el, hogy én most csak gondoltam egyet, stb. Valahogy a sors elsodort más merre tőlük, és azt beszéltük, hogy találkozni fogunk még. Tehát azt beszéltük, hogy mi még találkozni fogunk, és úgy is lett. Szóval ennek a pszichiátriás élményeimnek, ezeknek az, hogy oda én bekerültem, annak volt oka, és hiszem azt, hogy ennek is van oka, hogy én most videókat osztok meg a neten, mindennek oka van, és nem történik semmi sem véletlenül, ebben higgyetek nekem, és hogyha hisztek a másik emberben, meg nyitottak vagytok felé, hogyha szeretettel vagytok felé, akkor talán nektek is sikerülhet az, hogy úgymond beleláttok a másiknak a múltjába, és lehet, hogy te is elmondhatod majd azt a másikról, hogy találkoztál vele előző életedben. Hogyha hited van felőle, vagy hogyha adsz ennek az egésznek egy minimális kis hitet is, vagy egy kis bizalmat, egy őszinte hitet, őszinte bizalmat, akármit. Szóval lehet, hogy Bálint emlékezni fog egyszer egy napon, hogyha hisz nekem, hisz és bízik majd bennem, lehet, hogy ő is emlékezni fog ezekre az élményeinkre, de nagyon esélyes, hogy nem fog, akárcsak Bence sem. Tehát nekem ez a kisfiú adta meg a... Köszönöm neked, kisfiú! Nagyon köszönöm neked, hogy is, nem tudom, hogy hívtak, már elfelejtettem,
De nagyon köszönöm neked, mert te vagy az élő bizonyítékom, és te vagy a mindenem. Te nem a mindenem vagy, de úgy értem, hogy nagyon köszönöm, hogy eszembe juttattad ezeket az élményeket, és meglett a gyümölcse, hogy eszembe juttattad, ez pedig ez a videó. Szóval ennyit szerettem volna mondani. Én elköszönök, és még azt, én lesz ennek a videónak folytatása még, megígérem, hogy fogok még erről arról beszélni, hogy mi történt azután, miután szétváltam ezzel a két űrlénytesúval, és azt is el fogom mondani, hogy igen, egyébként ugye hárman, akkor is hárman voltunk így egy bagásba, két fiú meg én az egyik lány, és ja, a másik fiú, a kisfiú, aki a legfiatalabb kisfiú, ő emlékezett, igen, ő emlékeztetett erre, de a másik fiú pedig bolondnak nézett minket. Ez van. Nem mindenki emlékezhet arra, és nem mindenki engedheti be magának a szeretetet. Szóval szerintem ez az egész a bizalmon, a hiten és a szereteten alapszik. Ez az egész mese, történet. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!